A legnagyobb szárazföldi állatok ölelésében ott a már majdnem 100 kg körüli kis borjú, míg társai a homokot szorva magukra hűsölnek a nyíregyházi állatpark egyik legnagyobb kifutójában. Addig a kicsi, még remegő lábakkal azon ügyeskedik, hogy állva maradjon, és ne dőljön el az oldalára. Ha ez mégis megtörténik, a gondos és figyelmes anyuka, ormánya és másfél lábai segítségével azonnal talpra állítja, néhány pillanat múlva pedig már táplálja is kölykét. Így töltötte első óráit a kis afrikai elefánt nyíregyházán. Ahogy terveztük, időben született a kisállat, így vártuk valahogy augusztus végén, szeptemberben. A kisállatot másrészt hétvégén ünnepeltük a 25 éves születésnapunkat, úgyhogy nagyszerű születésnapi ajándék. Harmadrészt, hogy a Kwanza, ez már ugyan a harmadik borja, nagyon tudja, hogy hogy kell szülni, hogy kell levezetni egy szülést, hogy kell gyereket nevelni. Egyébként itt van Buba, a nagynéni, aki sokat segít neki a gyereknevelésben is, és a szülésben is. Úgyhogy egy családi vállalkozásban szépen az elefántok elrendezték ezt a dolgot. Ezek a hatalmas, akár 7 tonnás súlyt is elérő állatok a kipusztulás szélén vannak, bár néhány afrikai rezervátumban még szép számmal élnek csordák. Az európai állatkertek főleg ázsiai elefántot tartanak, amelyek jól szaporodnak, ellentétben az afrikai társaikkal. Jack a nyíregyházán jól ismert bika 2 évig Svájcban élt, ott azonban nem sikerült az utódnemzés, így visszatért, és a sóstói állatparkban szinte azonnal szerelembe esett. Ennek gyümölcse a most még bizonytalan lépésű kis borjú 22 hónapnyi vemhesség után született meg hétfőn hajnalban. Az a nagyszerű, hogy olyan gondozóink vannak, akik Európa legjobbjai elefánttartásban, és erre azért nagyon büszkék vagyunk, nagyon értenek az elefántokhoz, és az elefántok is nagyon szeretik őket, úgyhogy ez egy nagyon komoly család, az elefántgondozóink és az elefántok között nagy a harmónia, tehát igazából közösen fogják tudni nevelni a kicsit. Nem sokára mód lesz arra, ha Kwanza megengedi és megfogja, hogy egy picit elvegyük tőle majd az újszülöttet, és akkor meg tudjuk vizsgálni, le tudjuk mérni a súlyát, ezek a következő napok történései. Hát meg kell elállapítani az ivarát, de ezt most így közösen láttuk, mert igen impozáns fiú elefántról van szó. Úgyhogy innentől kezdve pedig minden a mamán van, múlik, látjuk, hogy nagyon szépen kitűgyelt, van teje, nem lesz probléma. A kis bikának még nincs neve, de hasonlóan a többiekhez neki is K betűvel kezdődő nevet szeretnének majd adni a gondozók, ezzel is erősítve a családi köteléket. Ugyanis édesanyja Kwanza, bátyja Kitó, nővére pedig Kimani.